Szelű, nő vagyunk, új műsorvezetők, ő itt mellettem Kürt, én pedig Ürszüla. A fizikai időszak külön kérdése van, az OMH fej kitöltésével foglalkozunk. Az OMHV rövidítése az oktatói munkahallgatói véleményezésen lévő kérdőívet takarja. Ez egy online kérdőív, amit minden vizsgaidőszakban a vizsgaidőszak elejétől a végéig lehet kitölteni a Neptunban. Anonim módon történik a kitöltés, ez nagyon fontos megjegyezni. Miért fontos az, hogy egy hallgató kitöltse ezt a kérdőívet? Amellett, hogy a hallgatók számára előnyös, hogy tudnak visszajelzést adni a kurzusaikról, ez az oktatók munkáját is nagyban segíti, emellett az egyetem számára is fontos a minőségi képzés biztosítása. És hogyha egy hallgatónak még több kérdése van a kérdőivel kapcsolatban, ki tud megkeresni, vagy hol talál meg titeket? Az OMHV stand minden nap más kampuszon kap helyet, erről az ELTE online Facebook oldalán lehet tájékozódni. Itt kérdéseket lehet feltenni az OMHV-val kapcsolatban, illetve nyereményjátékokon is részt lehet venni. És te is hallgató vagy, téged buzdítottak a tanáraid arra, hogy ezt kitörzd? Igen, előfordult. Önnek személy szerint miért fontos az, hogy a hallgatók visszajelezzenek így a oktatói munka véleményezésével? Hát sokkal jobb, hogyha van valami visszajelzés. Tehát általában, hogyha nem tudunk semmit arról, hogy hogyan gondolkodnak a hallgatók a kurzusainkról, akkor sötétbe tapogatózunk, hogy hogyan is lehetne továbbfejleszteni. Számomra fontos az, hogy a hallgatók töltsék ki a hallgatói véleményezést. Én magam igaziból izgatottan várom mindig, hogy hányan töltik ki, és mi lesz a végeredmény. És különösen engem érdekel az, hogyha bizonyos szöveges megjegyzést is fűznek a egyszerű számadatok mellé. Nagyon fontos dolognak tartom, egy fontos visszajelzés az oktatónak. Végül is a munkánkat mi a hallgatókért végezzük. Ez mondja meg az eredményét annak, hogy sikeres volt az oktatás. Én nagyon hasznosnak tartom, azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb visszajelzés az órákkal kapcsolatban. Az, hogy visszajelzést kapunk konkrét kérdések mentén, azt gondolom, hogy garanciális jelentőségű, nyilván mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyenek a visszajelzések. Hallgatónak mit adhat az, hogy ő kitölti a kérdőívet, tehát milyen előnyei származhatnak belőle, azon kívül, hogy plusz 8 pontot kap a jelentkezés? Hát ezt nehéz megítélnem a másik oldalról, de azt tudom elképzelni, hogy őket ez mindenképpen inspirálja, hogy várjuk tőlük a véleményt. Én azt gondolom, hogy picit elmélet és síkra evezve, hogyha szabban, hát én azt gondolom, hogy azt kell felismerni, hogy ez a legfontosabb eszköz a hallgató kezében, olyan, mintha a választójogát gyakorolná, mert hogy kifejti a saját véleményét, de egyúttal a közösség ügyeit formálja, és azt látni, hogy az egyetem az egy közös ügy, oktatók és hallgatók közösen formálják azt, hogy itt mi történik, úgyhogy választójogként kell értékelni, és ilyen eszközként használni. A hallgatónak is felelősség, hogy én most elmondom, hogy ez az ilyen óra, ez ilyen volt, amolyan volt, emilyen volt. Arra az órára én már nem fogok járni, nem azért mondtam el, hanem egy felelősséget érzek az intézet iránt, az oktatás iránt, a következő évfolyam iránt. Szerintem akkor mindenki másképp néz egy dologra, hogyha azt kritikusan kell szemlélnie. Tehát hogyha valamiről, bármiről véleményt kell alkotnunk, akkor onnantól kezdve arra a dologra már nem fogunk ugyanúgy ránézni. Közvetít egy ilyen jó szemléletet az egyetem részéről, hogy odafigyelünk a diákok véleményére. És ez már hasznos a diákok számára. Az, hogy valamennyire rá is tudják kényszeríteni az oktatókat arra, hogy betartsanak bizonyos alapvető szabályokat. Ez pedig szerintem... Hát a habatortán. Ön már változtatott valamit a tanítási stílusán egy ilyen visszajelzésnek köszönhetően? Hát én nem hogy a tanítási stílusomon, hanem őszintén szóval ezért volt az, hogy két tanegységet megcseréltem. Abszolút. Voltak használható megfontolások, persze olyanok is voltak, amikor egymásnak homlok egyenest ellent mondtak. Tehát ezt én szoktam mondani, hogy jött olyan értékelés, hogy az előadás túl gyors volt. Az előadás túl lassú volt. Abszolút, igen. Tehát volt már rá példa. Az egyik ilyen legfontosabb dolog például a hadarásommal kapcsolatos, hogy túl gyorsan beszélek, ez erre azóta nagyon próbálok figyelni, amióta ezzel kapcsolatban kaptam visszajelzéseket, de például változtattam már a házi feladatjavításnak a stratégiáján is, mondjuk azzal kapcsolatban, amilyen véleményeket kaptam. Megkaptam azt, hogy túl engedékeny vagyok. Megkaptam, hogy nem eléggé figyelek dolgozatírásnál a puskázásra, tehát ezek hasznos bírálatok, mert
Mert érzékelteti azt is, hogy nem mindenkinek kedvező az, hogyha ha nagyon lazák vagyunk, és nem figyelünk eléggé. Azt tudom, hogy a visszajelzések összességében azok mindig informatikusak, akkor is, hogyha negatívak. Tehát az is jó, hogyha azt látja az ember, hogy most nem így szerettem volna, hogy jöjjön a visszajelzés, mert akkor lehet rajta változtatni. Rettenetesen nagy szórása van mondjuk a véleményeknek. Például azzal kapcsolatban, hogy a tanár az nem is szakmai oldalról milyen, hanem például a viselkedésében milyen. Az is nagyon hasznos volt, amikor elkezdtem tanítani, akkor a diákok írták, hogy hát jó, rendben van, de hogy annyira motyogok, hogy nem lehet érteni. És hát ezen azóta megpróbáltam javítani, nem biztos, hogy nagyon sok sikerre. Megdöbbentő volt, és mondjuk a fiatal oktatóból a középkorúbá vagy idősebbé válásomnak egy döbbenetes élménye, amikor egyszer egy kurzusomra jött egy olyan visszajelzés, hogy mindig ilyen édesapát szerettem volna. Ez több szempontból elgondolkoztatott.